Sziasztok! Ismét Csikós Zsolt vagyok, a kamera mögött pedig Peti, és nem fagyoskodunk, mert legalább 10 fok van, mert már február van, az már egy jó hónap, mert már mindjárt március, ugye? Gyerekek, hoztam... Hú, most már olyan elképesztő zavarban leszek a gyerekektől. Nem merem kimondani. Na mindegy. Hoztam nektek egy Fiatot. Egy Fiat 500-ast, méghozzá az új 500-ast, az új 500-asból pedig a régebbi verziót. Azért hoztam el nektek, mert ez egy nagyon jó használt autó, kicsit drága. Ahhoz képest, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ennek az autónak mi a sztoria, tehát, hogy a Fiat valamikor 2002-3 táján, már volt az 2001 is, kihozta az új kocka Pandát. Az volt az első ötajtós Panda, pici autó, kényelmesen használható utastérrel, némi csomagtartóval, imádták az emberek, most is nagyon szeretik. És aztán rájöttek, hogy beleférne egy jó kis retro modell a kínálatba. És a jó kis retro modell az lényegében a Panda alapjaira született, nem sok minden történt vele, gyere Peti, mutassuk meg. Csak innen kivettek belőle egy olyan 10-sok centit, nem is tudom mennyit, de ugye a Pandának itt hátul van még egy ajtaja, meg kicsit szögletesebb. De különben ez az autó egy az egyben egy Fiat Panda. Minden alkatrésze megegyezik vele az utolsó csavarig. Futómű, csatolt hátsó lengőkar, szokásos kis autó megoldás, elől megferzonok, gólyalábak, szokásos kis autó megoldás, és különben tettek rá egy csinos karosszériát. Így mutatták be 2007-ben a Fiat 500-ast. Én akkor lettem internetes újságíró, óriási fegyvertény volt szerezni egy ilyen autót. Miért mutatta be a Fiat az 500-ast? Mert a Mini előtte kijött pár évvel, és a Mininek akkora volt a sikere, hogy azt mondták, hogy erről ők nem maradhatnak le. 1. 2. A Fiat nagyon fájlalta azt, hogy Olaszországban a 90-es évek végén, amikor megjelent a Smart, iszonyatosan elleptek mindent a Smartok. Tudjátok, elég rövid élettartamú autók, elég drágán, csak kétülésesek, de ennek ellenére nagyon vették őket az olaszok, mert azokban a pici utcákban, pici parkolóhelyeken nagyon bevált. Azt mondták a Fiatnál, hogy nekünk kell 4 ülés. Az olaszok azok szoktak társaságban menni helyekre. Legalább 3 plusz 1 ülés kell. 3 più 1, 3 meg 1. És ez egy 3 plusz 1 üléses autó. A vezető mögött, ahol hátrébb ülsz, mert ott a kormány, ott mögötte csak egy félnek mondott ülés van. Kisebb gyerekek gyerekülés nélkül, hát Olaszországon kinézi a szabályokat, elfér. Különben pedig 2 teljes értékű ember elméletileg elfér benne a jobb oldalon. A Fiat 500 akkora siker lett, ugye ez úgy néz ki, mint a régi farmotoros 500-as. Ez a vonal a farmotoros 500-asé. A kereklámpa a farmotoros 500-asé. Ez a farmotorosnak az indexét hivatott jelképezni. A bajusz a Fiat 500 F-en volt és a D-n volt. Pont ilyen bajusz volt rajta. Ugye? A Verdákban meg tudjátok nézni. Nagyon-nagyon sok minden olyan, mint a régi 500-as Fiaton volt. Ezt lehet krómdisztárcsával kérni, komplett krómmal is, meg ilyen műanyag utánzatú izével is. Jól néz ki. Ezen minden jól néz ki, ami retro. Belül is majd később mutogatom, tele van retro elemekkel az egész, de ez az autó, ez már nem farmotoros, ez már nem kéthengeres, konkrétan ez a példány, hanem ennek az orrában van egy klasszikus 1200 köbcentis Fire motor. A Fiathoz nem kaptunk kárvertikál jelentést, mert most már ugye megváltozott a rendszer, és mindig ilyen mintakárvertikálokat kapunk, hogy hát ugye néha nem talált, sőt elég gyakran nem talált a kárvertikál rendszere pont olyan autót, amiket mi használt tesztre bevettünk a Speedzone-hoz. Ezért úgy döntöttünk, és megbeszéltük ezekkel a csávókkal, hogy minta kárvertikál jelentéseket mutatunk be, amiket hogyha te befizetsz és megkapod, és tényleg szerepel az autód a kárvertikál adatbázisában, akkor ezt fogod látni. Azért kezdem most egy kicsit rendhagyó módon a közepén a kárvertikál jelentésnek. Az autó képével, ez egy Range Rover, ez egy V8-as Range Rover, amit itt láttok a képen. Benzines, elég kívánatos tárgy elég sok embernek, bár Nekem nem nagyon tetszik, ahogy itt hátul a kiszélesítés megy, de nem hinném, hogy ez el van rontva rajta. Tehát egy ilyen fehér nagy Benga Range Rover, ez menő. Ez még ma is menő, és sokan vágynának rá. Na most, amikor nézegettem a jelentést, az érdekesség, ami föltűnt, az az volt, hogy ugyan nem lopott, sőt, még taxinak se használták az autót, ami szinte meglepő egy ilyen Range Rovernél. Nézd meg, itt van az alvás száma. És ebben van rendesen kilométer is, de Amerikában 2016-ban találtak rajta sérülést. Aztán kijavították, megváltozott a tulajdonviszony, és kijavították. És aztán megint Litvániában, megint töröttként tartották számon, Magyarországon már nem. Tehát két törés van a rendszerben, és nem tudjuk pontosan, hogy alakulhatott. Látod, 155.500 km volt másfél éve benne, most már 206.000 a becsült órahálás, tehát ezért van benne taposás jócskán. Egy nagy felkiáltója van az autó közepén, 30-40 ezer dolláros javítással. Azért az nem kevés, abból az ember autót vesz. És aztán utána van még egy, amikor sok kisebb pötty van rajta, látod, Litvániában. Újra 30-40 ezer dollár javítás. Nem tudom megbecsülni, hogy ez most Amerikában lett egyszer kijavítva, aztán összetörték, aztán megint kijavították Litvániában, és most így van itt, vagy ez a kettő, ez ugyanaz a sérülés-e. És egy kicsit ezt írja a kárvertikál rendszere is, hogy van egy kis probléma, de hát itt van az autó, tessék. Ugye ez azért elég ijesztő, hogy kinéz. Nincs róla több kép, ez különben a háttérben álló autók alapján egy amerikai helyszín. A fény is olyan inkább Amerika, mint Lettország, és hát még az is lehet, hogy egy csomó amerikai autót árulnak erről a telepről, és ez azért mégiscsak itt van Európában, de szerintem ez egy amerikai kép, tehát így nézett ki Amerikában, amikor összetörték ezt a kocsit. De különben szépen megcsinálták. Hát amennyire lehet egy ilyen autót szépen megcsinálni, én azért ezt az autót már nem biztos, hogy megvenném magamnak. Ez az a Fire motor, amit 1985-ben mutatott be a Fiat. Azért Fire, mert fully integrated robotized engine, erről már beszéltem máskor is. Ezt robotok szerelték össze, ezt a motort, emberi kéz nem nyúlt hozzá. Egy nagyon korszerű motor volt 85-ben, annyira korszerű volt, hogy még a 2000-es évek, 2010-es évekig gyártották. Ebben már nagyon-nagyon fejlett változatban, ez egy 1200 köbcentis, és ennek változó a szelepvezérlése. Tehát itt már 69 lóerő van, úgy, hogy közben teljesíti az emissziós szabványokat, azt mondja, ez egy Euro 5-ös autó. Tehát ez nagyon-nagyon sokáig tudta húzni a Fiat ezt a motort. És nem volt vele túl sok probléma. Most ezt inkább itt elmondom, hogy az összgond, ami ezzel a motorral szokott lenni, az kettő. Az egyik, a 2007-től 2008-ig gyártott nagyon korai autóknak néha átégett a hengerfejtömítésük, és akkor elkezdtek itt gőzölögni, meg minden, akkor rögtön meg kell állni vele, mert elgörbül a hengerfej, de ezt megszüntették. Ez egy 2014-es autó, ennél már nincsenek ilyen problémák, illetve, hogyha sokszor indított be, és ugye ezek főleg városi autók, nagyon sokszor nők használják őket, rövideket mennek, hideg indítás, megy, leállít, kihűl, beindít, hidegen, mindig hideg a motor, és úgy megy. Fölhígul a dúsítástól a motorolaj benne, és a hígabb motorolajat már nem tudja eldolgozni a motor, az bemegy az égéstérbe, és feketén meg kéken füstöl. Még akkor is, ha nem kopott még a motor. Na olyankor nagyon gyorsan ki kell cserélni az olajat, mert a hígolaj az nagyon koptatja. Amúgy is elég érzékeny az olajra, 5W40-es kell bele. Csókolom. De ez egy egyszerű motor, alapvetően szíjas, megvásárláskor, amikor az ember egy ilyen autót megvesz, úgyis lecseréli az olajakat, váltóban, diffiben, ugyanaz motorban, fékfolyadékot szokás lecserélni, mert soha nem cseréli senki, és az tönkre tudja tenni a fékberendezést. Az 1.4-es motorja ennek az autónak, az láncos. és ebből létezett két hengeres is, aminek nagyon jópofa, ilyen léghűtésmentes kis polszki hangja van. Nagyon sokat fogyaszt, ennél erősebb, mert turbó van rajta. Na, az mindenfélére nagyon érzékeny, tehát az egy kicsit problémásabb motor ennél. Ez az 1.2-es, ez egy közel elpusztíthatatlan valami. Ilyen autók hibátlanul működnek 300-350 ezer kilométerekkel, mert már annyit futottak még városban is, hogy már tudjuk, hogy ennyit kibírnak. Semmi se komplikált rajta. A legegyszerűbb Panda technika, Panda alkatrészek valóak bele, ezért nagyon olcsón szervizelhető mindene. Alapvetően nagy problémái nincsenek, azon kívül, hogyha egy eleve bólogatós és billegős autónak kiveszel a tengely távjából, akkor az még így is elkezd bólogatni, nem csak így, az már mindent csinál, és ez tényleg egy kicsit olyan hülyén mozog. De ezt általában szeretni szokták, én hibának tartom, mert tesztelő vagyok, a userek azok azt mondják, hogy hű, de jó pofa. Ami a szerencsésebbik oldala a dolognak, hogy ugye az 1.1-es Pandában, az alappandában, abban nem volt keresztstabilizátor, és ez nagyon dülöngélt. Ebbe legalább tesznek keresztstabilizátort, ez ugye az 1.2-es, ez 69 lóerős, ez 160-at megy, ez azért már 13 alatt fölküzdi magát 100-ra, ezzel lehet közlekedni. Autópályán is, nem egy nagyon zajos autó. És gyönyörű. Annyira, az olaszoknak annyira sikerült megfogniuk a Fiat 500 lényegét ezzel a formával, hogy zabálják ezt a kocsit. Ezzel az autóval tért vissza a Fiat Amerikába, ahol rég-rég-rég elvesztette az összes piacát, és a Fiat az abszolút káromkodásnak minősült oda át, és ennek ellenére ezt az autót zabálják, ezt a pici kis szart Amerikában ott a nagy pikapok között imádják, nagyon sokat eladt belőle a Fiat. Európában is zabálják ezt az autót, és mivel a karosszériája nagyon-nagyon jól ellenáll a korróziónak, ez elektroforízisesen festett karosszéria, belül is az üregekben is van festéke, van neki rendes üregvédelme, ez nem rohad úgy szét, mint egyik-másik japán márka, ugye? Tudunk, nem akarom mondani, de ismerjük, hogy melyikek azok. Tehát karosszériailag nagyon tartós az autó. Persze, főleg ugye városban használják őket, ezért a legtöbb példányon, amit találsz a piacon, mindenhol, mind a négy sarkán lehúzásnyomok, megjárdázott felnik, elgörbült küszöbök, mindegyiken lesznek ilyen dolgok. Makulátlan autó az 4 millió forintért van a piacon. Tehát nem nagyon-nagyon ép egy ilyen autó már, amikor öregedni kezd. Meg azért sem, mert elég magasan ülsz benne, viszont domború az egész körben, nehéz vele parkolni. Én is, amikor ide fölálltam, nagyon néznem kellett, hogy hoppá, hol viszem el a sarkát, mert ahhoz képest eléggé előre lóg. De egyszerű technika, a Fire motor, az 5 gangos váltó, bovdenes megvezetéssel, McPherson, csatolt lengőkar, semmi nagy probléma nem szokott vele lenni. Gyere Peti, nézzük meg hátulról, látod, itt van rajta a szigorúan műkróm kilincs, mert ez műanyag. Ugye a dísztárcsa, a Fiat 500 jellegű domborulat itt hátul, ez nagyon-nagyon meghatározó része a régi 500-asnak, meg hogy még egy domborulattal kijön a segge, ez kvázi pont ugyanazt a vonalat követi. 3,5 méter hosszú az egész autó, nagyon jól elfér mindenféle parkolóhelyen, krómozott hátul, ez a kis rendszámvilágítás, ez ugye a régin is ilyen volt, csak annak így visszafelé nyílt, és itt a motor találtat, hát ebben nem a motor találtat, hanem a Petinek a statívját, meg a fotós, meg a kulacsát, az örök kék Peti kulacs itt van benne. Különben használható csomagtartója van, nem, érted, tehát azt kell nézni, ez egy 3,5 méteres autó, mutass egy másik 3,5 méteres autót, ahhoz képest ide lehet pakolni cuccokat. Még egy ilyen vicces kalaptartója is van, nézd meg, ez a legtöbbnél különben itt el van kopva a sarkán, meg nem tudom mi, ezen elég jól megúszta, úgy látom. Behúzó, elektromos zár, még az elektromos zár se szokott bedögleni rajta, szóval tök jó. Onnan ismered meg, hogy 2016-ban jött egy facelift ezen az autón, hogy annak más a hátsó lámpája, annak ilyen felhúzott szemöldök formájú világítása van hátul, ez a régi fajta, aminek ilyen teli lámpája van, nekem ez egy picit jobban tetszik. Menjünk át az orrára, mert beszéljünk arról is, hogy itt mi van, mert hogy az újabbiknak itt ezt a részét, elmegyek innen, mert az árnyékot vetek. Ezt a részét így eléggé telerakták krómmal, meg ide kapott még két kicsi menetfényt. Nekem az újabbiknak kicsit kaotikus a pofája. Ha valami, akkor ez tetszik, ez a korai, meg a mostani elektromos, mert annak ilyen nagyon jó pofán meg van osztva, az nagyon jól néz ki. Az elektromos néz ki a legjobban különben az összes közül, az 500e. Figyelj Peti, mit mondjak róla? Mechanikával nincs sok baj, korrózióval szinte sosincs baj, a törésekre készüljünk, mert olyan amilyen, menjünk vele egy kört. Gyere, megmutatom a belsejét közben. Hát szóval ezt hívják úgy, hogy ide egy teljes értékű ember elfér. Hát így nem fér, és ott még kevesebb lesz a hely. Ez szűk, gyerekek, hát a Panda is szűk, most ne vicceljetek, és kivesznek belőle a tengely távjából, meg a tetejét lecsapják, akkor még jó, hogy szűk lesz. Nem, hát ja, biztos el lehet utazni itt egy pár méter, de messzire nem mennék. Így jó, így rendben van, csak így vezetni nem lehet. Ugye ez egy marha vicces dolog, hogy ha meggondolod, ez egy 3,5 méteres autó, de az elejében egy rendes technika van, normál autótechnika, és nézd meg, hogy hol ülsz benne. Hátrébb, mint az autó középvonala. Látod? Több van előrefelé, ugye normálisan itt lenne a törzsem, több van előrefelé, mint hátra. Ez az egyik nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban. A másik, hogy eredetileg nem akartak rá ilyen bármilyen kacsafart vagy spoiler tenni, mert ugye az eredeti 500-as Fiatnak, amit ez mintáz, a gömbölyűnek, amit 57-től 75-ig gyártottak, annak teljesen gömbölyű a hátulja, és ezt meg akarták őrizni. Csak hát volt itt egy kompromisszum, amit meg kellett kötniük, hogyha ez itt nincs rajta, akkor ennek az autónak 0,4 a CV értéke. Ha ez rajta van, találjátok ki mennyi. 0,32. Ettől. Óriási különbség. Tehát muszáj volt rátenni, akárhogy is elrontja a formáját. És azért egy rohadási pontot hadd mutassak egy másikon kívül, mert ugye az üvegtetőseknek körben az üvegtető sínje tud rohadni, de hát ugye az üvegtetősnél más problémák is vannak, mert 500 000 forintba kerül egy üvegtető, hogyha betörik. Itt szoktak rohadni. Ugye minden meredek hátuljú autónak a hátulja problémás, a zár, a rendszámvilágítás, a hátsó ajtó, ezek mindig beszarnak, meg az ablaktörlő, ezek mennek tönkre, mert itt nagyon erősen vákumot kap az autó, és nyomja magára a sót, ahogy halad az autópályán. Ez itt szokott elrohadni, ezt kell megnézni, hogyha valaki vesz, hogy itt hogy néz ki ez a perem. Ez egész jól néz ki. Nem is látok rajta nagyon rohadást. Na, szóval ezt érdemes tudni a korrózióról, mert mások nincs rajta. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT Prémium használt autócentruma. Használt autók akár 4-szeres garanciával. Ha megnézed, itt belül nagyon sok minden olyan szeretne lenni, mint a régi 500-as Fiaton. Ugye a fehér kormány, bár vannak fekete kormányosok is, és a fekete kormányos autó hálásabb, mert nem látszik rajta annyira a kosz, de a fehér kormány annyira Fiat 500, különösen az F-széria meg a D-széria, ugye azok voltak fehér kormányosak. A kerekműszer. A kerekműszer nagyon Fiat 500 a nagy napellenzővel, de ugye ebben azért már modernizáció van, körben a sebmérő, egyel beljebb koncentrikusan a fordulatszámmérő, legbelül pedig már LCD-s kijelző van, itt mutatja a rádiót, időt, van egy kis béna fedélzeti számítógépe, de semmi komplikációra nem kell készülni. A rádiója már tud MP3-at, ugye az elejétől tudott MP3-at, de CD-ről. Ezt nem lehet összelőni a telefonnal, mert még nem tud olyanokat. Ez csak egy egyszerű rádió benne. Ez az autó, ez nem klímás, tehát ezek még léteztek bőven klíma nélkül ezek a kocsik, csak egy egyszerű, ugye olyan jellegű szellőzőrendszere van, mint akár a japán autóknak, hőmérséklet, ventilátor, külső-belső keringetés, vagy külső szívás, és hogy hova fújjon, meg hogy a hátsó ablak fűtés menjene. Itt van az érzékelője különben. Motoros ablak van, és van egy ilyen gombunk, ez a City gomb. Ezt ha benyomod, akkor sport, akkor nehezebb tekerni a kormányt, ha kinyomod, akkor könnyű, akkor ilyen könnyű tekerni a kormányt, így egy ujjal tudod tekerni álló helyzetben. Nem, mint hogyha javasolt lenne bármit, mert ugyanúgy megsínli a futómű, de ezt lehet csinálni vele. Ez egy Fiat tulajdonság, ez azért van, mert ugye ez már egy villanyszervós autó volt, a kormány tengelyen van rajta a villanyszervó, és hát egyszerűen csak nagyobb áramot kap, meg kisebb áramot kap, amikor bekapcsolod. Pont a kormányszervóval van még egy probléma ennél az autónál, ez az egyik leggyakoribb hibája, hogy a kormányszervónak az érzékelője, a kitérítés érzékelője meghibásodik, és akkor vagy letilt teljesen a kormányszervó, és akkor hirtelen nagyon nehéz lesz tekerni a kormányt, olyan nehéz lesz, mint hogyha így leállítod az autót, és így próbálod megtekerni, hát egy ideig kap még áram, de most már nehéz, lehet tekerni, de nem könnyű. Vagy néha elkezd rángatni, hogy megzavarodik az egész elektronika. Ez az egy dolog, amit visszatérően hibának szoktak mondani, különben vannak ilyen szellőzőrendszerrel kis hibák, meg néha komolyabb autókban, amikben nagyobb hifi van, azoknak a fedélzeti rendszere is meg szokott hibásodni. Ez tipikusan egy olasz autó. Ugye az olasz autók milyenek voltak régen? Kívülről szépek, belülről, ha olcsók is, mert ez egy olcsó autó, nézd meg, ilyen kemény anyagokból van, tehát ez alapvetően panda minőség, csak díszes. Alapvetően szépek voltak kívül, belül, amennyire engedte ugye az árkategória. Műszakilag mindig viszonylag fejlettek voltak, viszonylag jól tudtak menni, viszonylag dinamikusak voltak, nem voltak meghibásodásra hajlamosak technikailag, főleg a Fiatok, de elektromosan, meg zárak, meg szellőzőrendszer, minden az rendszerint bedöglött rajtuk. Ezek bosszantó hibák voltak, néha költségesek is, emiatt kapták az olasz autók a nagyon rossz hírnevüket, de alapvetően ez is egy tipikusan olasz autó, egy szép formájú, belül nagyon szép, egyszerű elemekből fölépített, de gépészetileg mégis tartós és viszonylag korszerű jármű, aminek pont ezekkel a hülyeségeivel, mint a kormányszervó, meg ilyenek, ezekkel tudnak problémák lenni. De nem sok. Az 500-as Fiat nem egy ilyen rettenetes katasztrófa gyűjtemény. Senki nem szokta azt mondani rá, hogy ettől az autótól menekülni kell. Nagyon népszerű is. Tehát hiába van tonnaszám eladó a neten. Tonnaszám. Iszonyú sokat gyártottak belőle. 2012-re legyártották az 1 millió példányt belőle, ugye 5 év alatt. 2018-ra már 2 millió fölött voltak, most nem is tudom, most szerintem ilyen 3 millió körül lehetnek. Pláne, hogy most beindult az elektromos autógyártás is. Simán 3 fölött gyártottak már ilyen autóból, hát látjátok ti is, tele van az utca vele. És nem olcsó. Sajnos nagyon nem olcsó ez a kocsi. Ugye ahhoz képest, hogy ez egy panda, és egy pandát ebben az állapotban így, ez nem is tudom, 96 000 km van benne, egy pandát ebben az állapotban olyan 1 millió 2 körül már megkapsz, lehet, hogy még 1 millióért is ügyes alkú után. Egy ilyen autó jelenleg, mint amiben ülünk, jelenleg inkább a 2 milliót súrolja. Így klíma nélkül, alapkivitelben, ennek azt hiszem valami érdekes Azzurro Capellino vagy milyen nevű színe van, de nagyon sok extra nincs benne, azt látjátok. Szóval ezek nem olcsó autók, és a nem olcsóságuk ellenére is nagyon jól elfogynak a piacon. Beszéltem egyszer egy kereskedővel, mondta, hogy igazából 500-as Fiatból ad el a legtöbbet, ami fölbukkan a telepén, az 3-4 nap múlva már nincs meg. Nagyon-nagyon rossznak kell lenni az autónak ahhoz, hogy ténylegesen ne tudja eladni valamiért. És hát tudod, elég könnyű megcsinálni, mert olcsó hozzá az alkatrész, meg mondom egyszerű, tehát szerelni is egyszerű ezt az autót, azért van benne hely. Na, tényleg szeretik. És hát aztán ugye, hogyha följebb mész évjáratban, meg lejjebb kilométerben, akkor csodákat látsz, hogy milyen drágán mérik ezeket az abartokat például, meg az újabbik, a faceliftelt verziókat, amikben tolató radar is van, meg nagy fejegység, meg egyebek, azok komoly pénzt érnek. És közben egyfolytában egy pandában ülsz, ami egy jó dolog, alapvetően a pandával nincs nagy probléma, de azért csak egy kis autó, érted? És ez még annak is egy kisebb változata. Hát most mutatom egy kicsit, hogy ez az 1002-es motor, kihúzatod, úgy mozgatja az autót, szóval lehet vele menni, ez nem egy kínszenvedés ezzel menni, de azért ez nem egy nagyon erős motorja volt ennek a kocsinak, ugye maga az autó 860-870 kg, így klíma nélkül, nem tudom, hogy figyeled-e, hogy hogy 8 éves autóban ülünk, és olyan nagyon nagy zörgések nincsenek, a futómű az újkorában is körülbelül ennyire szólt, és szélzaj nagyon kevés van, motorzaj nagyon, nagyon kellemes, tehát az egésznek van egy ilyen viszonylag kulturált jellege. Az egyetlen hibája az a rugózás, amelyik egyszerre keményen csillapított, ezért viszonylag ráz, másrészt pedig nagyon billegős az egész, tehát egyszerre billegsz is, meg ráz is, és rövid is a tengelytáv, tehát a rugózási komfortja ennek az autónak szerintem elég förtelmes. De különben ott van az úton, kanyarodik, megáll, ezért lehet vele menni rendesen. A belseje az úgy szokott elpusztulni, ugye, hogy ez a fehér, ami mindig is vajszínű volt, tehát sose volt teljesen fehér, de ennél már egy kicsit világosabb fehér volt, ez a konzol, ez jobban őrzi a színét. Ez elkezd sárgulni, bebarnulni, elkezdenek kimállani belőle darabok. Ez nagyon-nagyon rondán tud kinézni a fehér kormány, amikor öregszik, és mivel elég sok autóban nagyon hamar megöregszik, és nagyon csúnyán, mert az emberek néha higanyt izzadnak, ezért ezek szörnyen tudnak kinézni, ezek a fehér 500-as Fiat kormányok. Az ilyen jellemző dolgok, mint például a váltónak a szoknyája, ez nem szokott elszakadni benne túl gyakran. Ugye ez egy kopásmentes műanyag, az összes többi része ennek az autónak elég tartós. Ebben a példányban, amiben ülünk, ebben elég drága kárpitok vannak, ez nem a normál kárpitja, mert az egyszínű, meg néha a háttámla az műbőr, világos, néha és a többi szürke. Ez komplett szürke mintás belül, ezen a legjobb ülni különben, mert ezen kívül van még bőrbelső, ami nyilvánvalóan műbőr, és hát ugye ezt nem szereti semmelyik autógyár propagálni, de az a bőrbelső, ami nem bőrből van, hanem műbőrből, az a Moszkvics ülés, meg a troli ülés. Az egy műbőr, ami izzaszt, csúszik, és amikor öregszik, akkor szétrepedezik, és a rohadt rondán néz ki. Ez a szövetülés, ez a legkellemesebb ebben a fajta Fiatban, ami végig szövet így a tetejéig. Ebből elég kevés is van, mert mondom, ez plusz pénzbe került az ilyen. De figyelj, egy élhető, kellemes kis autó, jó magasan ülsz benne, azt ugye általában a nők nagyon szeretik, hogy ilyen föntről látják a forgalmat, de magasabban ülünk benne, nézd meg, mint a G-Astrában. Nagyon jól ki lehet látni belőle, és nagyon nem látod az autó végeit, az biztos. Tehát én se látom, itt nem tudom, hogy itt elférünk, most már elférünk. A fogyasztásától nem kell hasra esni, tehát ez nem egy 4 literes fogyasztású autó, ahhoz meg kell venni belőle az 1.3-as dízelt, az 1.3-as dízel az nagyon jól tudod fogyasztani, csak hát ugye dízelt manapság már nem olyan jó szájízzel vesz az ember. A 2 hengeres Twin Air motor, jópofa a hangja, van benne egy kis polszki, meg jópofa az egész, ahogy megy, meg az ugye turbós, az középen nagyot lök, de az el tud menni ilyen 8,5-9-es fogyasztásig, annál ez a példány, ez az 1.2-es, 4 hengeres, ez sokkal takarékosabb. Ez egy ilyen városban ilyen 6-6-2 körüli országúton akár 5-3-5-4-eket fogyasztó valami. Tehát úgyis 1.2-esből van a legtöbb gyerekek, tehát fölítitek a használt autót, és azt látjátok, hogy 1-2, 1-2, 1-2, és 20 1.2-esre esik utána egy darab Twin Air, aztán néha fölbukkan egy-egy 1.4-es, az 1.4-es az egy láncos motor, az egy másfajta motor, mint ez, az azért sokkal erősebb ennél a kocsinál, de többet is fogyaszt, és aztán jönnek ugye az abartok 140-180 lóerőig, az ilyen 595-ösök, meg SLC-k, meg piszták, meg egyebek. Igazából, hogyha Fiat 500-ast indultok vásárolni, és ebből az első szériából válogattok, akkor 95% eséllyel ezt az 1.2-es motort fogjátok megkapni, amivel különben nincs semmi problémás. Tartós, egyszerű, jól működik, olajat kell benne cserélni, mert a változó szelepvezérlésnek a működtető tárcsájához érzékeny az olajminőségre, de különben örök élet meg egy nap. A prémium Meistertile lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. Meistertile lekenőanyagok az Onix autótól. Tehát egy Fiat 500-hoz keresünk mindenféle alkatrészeket. Szerintem például, amit tudok, az az, hogy hátsó kerékcsapágyat kellett venni bele, meg hát nyilván vezérlést fogunk keresni, mert azt mindig keresünk. Ez egy 1-2-es benzinmotor, kivitel, fedátú, oké, tovább a talált listára, Fiat 500, és na, tehát cseréltünk benne vezérlést, méghozzá a vezérlés címszó alatt meg is találom majd mindjárt. Hát ott 34 000 forintba kerül egy Contitech, milyen Continental márkája készlet. A Gates az még drágább, az már 55 000 forint, Ina franc tudja, van 34 000 ér Gates is, és van 60 000 ér is Contitech. Szóval a gyerekek, azért ez sem egy olyan olcsó dolog, amikor az ember egy ilyen használt középkorú Fiat 500-asban vezérlést szeretne cserélni. Kerékcsapágyak és alkatrészei. Az AZ Meister Tile-ből 22 662 forint a hátsó két kerék. Itt a két piros pötty, ugye az autó somatikus ábráján jelzi, hogy ez a hátsó kerékhez való. Keresünk valami másikat gyorsan. Hoppá! Az Unixos 21 000 forint. Az SKF 22 600. Hát itt ebben nincs nagy trükk, úgy látom, hogy ennek az autónak a hátsó kerékcsapágya az jó drága. Mindegy, még megnézzük a légszűrőket, meg egyéb szűrőket. A pollen szűrő az, hát ilyen AZ Meister Tile-ban 3003, Unixban 3000, Filtronban 3004, Technekóban 4001, ez nem egy halálos összeg, és hát az olajszűrő és alkatrészei, röhelyes, 1900 forint, AZ Meister Tile-ban. Egy Mannban 3008, egy Hengst, ami aztán rohadt jó minőség, 3152, tehát úgy tűnik, hogy ilyen szűrővonalon elég olcsó ez az autó, de futómű vezérlés, nem is annyira filléres a tétel, inkább azt mondanám, hogy olyan közepes áru. Tudom, drága is, pici is, zárható kesztyűtartója sincs, bár a drágább verzióknak a jobb belső ülés alatt volt egy ilyen fölhajtható, csukható rekeszük. Sok mindent el lehet mondani, ami rossz erről az autóról, de azt is el lehet mondani, hogy azért alapvetően rohadt jól néz ki, alapvetően piacképes, alapvetően nem megy tönkre és nagyon jól használható. Annyira jól használható, gyerekek, hogy tartozom valamivel így az adás végére. Ezt a feleségem megvette. Bizony az én drága Katikámnak ez az új autója annyira tetszett neki. És mielőtt azt mondjátok, hogy kaptunk volna 2/3 ennyiért egy Pandát is, ami ugyanezt tudná, erre csak azt tudom neked mondani, hogy a 190-es Merciből nem rángattad volna ki egy Pandával. Ezzel viszont ki lehetett rángatni. Ezért, gyerekek, itt a kis autó, welcome to the Csikós family, a mi autónk, szeretjük, megkapta már a szervizeket, még most kap egy takarítást, amit sajnos a felvétel idejére nem tudott megkapni, és mostantól fogva még egy olasz autó van a flottában. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, iratkozzatok föl a speedzone.hu csatornájára, üdvözöljétek Petit, engem nem kell üdvözölni, mert végigdumáltam az egészet, és üdvözöljük az új jövevényt, a kicsi Fiatkát, majd kitalálunk rá valami jó kis nevet, mert kell neki egy olyan is. Sziasztok!